Szia! Ebben a videóban a 2022-es október 25-i informatika emelt szintű érettségi szövegszerkesztés feladatának megoldását látod valós időben. Nem szövegeltem közben, hanem egyszerűen elkezdtem megoldani azért, hogy megnézem, mennyi idő alatt tudom én megoldani elsőre, amikor először látom ezt a feladatot. Méghozzá azért, mert egy szintidőt szerettem volna felállítani. Mert azt gondolom, hogy ha eleget gyakorolsz, méghozzá például ugyanazt a feladatot oldod meg többször, és azt mondod, hogy te is meg tudod oldani 33 perc leforgása alatt, akkor többet tettél a gyakorlásban, mint hogyha 3-4 feladaton küzdöttél volna el, közben másfél órákat, és közben ugyanazokat a hibákat követed el. Tehát, budapesti hidak néven szépen elmentem a feladatot, ez lesz az első lépés, mindig ez legyen az első lépés, az üres állományt mentsd el, majd utána fogd meg és másold bele a dokumentumba. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. És én rögtön Ctrl A-val kijelöltem, és mindent az ég egy adta világon lenullázok. Mindig így csinálom. Azért, mert valamilyen utóbódon azt gondolom, hogy ezzel én előrébb jutok. És biztosra megyek. Nem hagyok benne például felesleges sor közt, vagy tér közt. Majd utána elolvasom. Azt tudom, hogy állótájulású A4-es, már csak a margókat kell beállítani, ezt is mindig tedd meg az elején, figyelj oda! Ezek a fölösleges körök az Word-ben, illetve ezzel az Office 365-tel nem kell megfutni ezeket az élőfej magassága, meg hogy miből veszi el, mert a Word itt jól kezeli a dolgokat. Tehát oldalbeállítás, 5 centi tab, 2,5 centi tab, 2,2 tab, 2,2, és oké. Okay. Nem kattintgatok bele a lista jelbe, hogy fölfelé menjen, meg lefelé. Jó? A 12 pontos betűméret Times New Roman, kezdőlapon. Így, nézd, nyugodtan mehet a listából. Ugye a bekezdések előtt beállítottok a nullát, 6 pontot, itt most akkor ez egy fölösleges kör volt a részemről, tehát ott beállítjuk a 6 pontos térközt. Sor kizártak, első sor húzás, buta voltam, mert bezártam, már veszítettem egy kis időt. Tehát első sor 0,8, hát itt határeset, hogy ez beírva jobb lett volna-e. És még a sor kizárás. Na nézzük akkor a 4-es feladatot. A címsorokat itt most egy kicsit macerás, ugyanis folyamatosan azt kell tennem, hogy ide-oda kattintgatok, mert nem tudom, hogy pontosan hol is vannak ezek, amire be kell állítani. Hát a címet azt megtalálom egyes szintű címsorral, tehát betettem a kurzort az adott bekezdésbe, és rákattintok, hogy címsor 1, címsor 2. Sajnos ez egy macerás így. Ott, amikor az érettségin melletted van a papírlap, akkor, és a mintát is látod kapásból, akkor ott ez sokkal gyorsabban megy. Sőt, hogyha kinyomtatod legalább azt az oldalt, azt a két oldalt, amelyik a mintát tartalmazza, akkor meg pláne itt gyorsíthatsz nagyon a dolgon, mert a keresgélés az elég macerás.
Lehet már az elején jobban jártam volna, ha nyomok egy Ctrl F-et, vagyis egy keresést indítok, és egyszerűen nekiállok, és beírkálok valami olyat, amelyik nagyon jellemző arra a címre, például a szükség hidak, és akkor onnantól fogva nagy valószínűséggel rögtön megtalálom azt az egyetlen bekezdést, amelyikben ez a szó benne van, és akkor könnyen átállíthatom. Tehát a keresés az sokszor segít, sőt a keresés csere az is egyes feladatokban. Ha valóban versenyezni akarsz, bár ez nem volt egy jó teljesítmény tőle, akkor itt azért nagyon sokat foghatsz, ha gyorsan megtalálod ezeket a bekezdéseket. Na nézzük a következő feladatot, az ötödiket. Mindegyik címsort, miután hozzárendeltük a szöveghez, nyugodtan módosíthatjuk a megjelenését. És ez a dolognak a lényege. A címsor egynél olyan nagyon nagy baszizdasz nincsen benne, hiszen itt helyből, tehát jobb egérgomb után a módosítás, csak ezt az egyet állítom be. Tehát itt nagy jelentősége nincsen annak, hogy ez most egy címsor tulajdonság, bár hogyha tartalomjegyzéket kell belőle csinálni, akkor igenis lesz jelentősége. Amit be lehet állítani itt hirtelen, azt beállítod, majd a formátum menüből a bekezdés panelt is előszeded, és akkor beállítod azokat az értékeket, amiket kér, tehát mit tudom én, 42 pontos térköz utána, 0 pontos előtte, illetve arra figyelj, hogy itt neki alapjában véve, mivel alapértelmezett, rögtön leveszi, oda teszi a többszörös sor közt, 1,8-ra, és a feladat az elején azt kérte, hogy mindenhol szimpla legyen, tehát ha ezt benne hagyod, akkor azt a pontot elbukod. Tehát ezt beállítottuk, itt ez csak egy esetben volt érdekes. Viszont, hogyha rákattintasz jobb egérgombbal a címsor 2-re, és utána a címsor 2-nél beállítod ezeket a tulajdonságokat rendre, amiket elvár, akkor onnantól fogva az összes címsor 2 stílusú bekezdésed ezeket a tulajdonságokat meg fogja kapni, és a címsor 3-asok is. Tehát gyakorlatilag könnyen, gyorsan tudod formázni az egyes részeket. A 6. feladatban
Neked kell új bekezdésstílust létrehoznod, a normál, alapértelmezett betűstílusra alapozva. Ha rám hallgatsz, akkor nem így csinálod, mint én, hanem egy normál stílusú bekezdésbe állsz bele, és utána mondod azt, hogy új stílus létrehozása, tehát a stílus panelen új stílus, és akkor már nem kell ezt, hogy stílus alapja a normál beállítani. Innentől fogva már ugyanaz, mint amit a címsor 1, címsor 2, címsor 3-nál láttál, a tulajdonságokat kell rendre beállítani. Gyorsíthatsz tehát a megoldáson, hogyha megkeresed előtte, hogy melyik bekezdésre kell majd ezt az idézetek stílust alkalmazni, és eleve abba állsz. Mert ugye itt most egy kicsit szerencsétlenkedek azzal, hogy tulajdonképpen milyen stílusú bekezdést alakítottam át. Tehát jöhet a hetedik feladat. Szerintem egyébként pont ezekkel ment el a legtöbb idő, tehát hogy megtalálni, hogy tulajdonképpen mire kell alkalmazni, de hogyha ott van a kinyomtatott feladat minta melletted, akkor ennél sokkal gyorsabban fog menni, mint ahogy nekem, de én most a keresést fogom alkalmazni, így legalább viszonylag hamar megtalálom azt, hogy hova is kell ezt alkalmaznom, és közben nem bénázok ide-oda ütött billentyűkkel, tehát továbbra is az a problémám, hogy össze-vissza alkalmazom a stílusokat, nem kevés időt veszítettem. Ókori és középkori hadihidak, tehát nagy nehezen megtaláltam, tehát a bekezdés, amelyiket meg kell benne találnom, az a két név, lehet, hogy jobban jártam volna, ha arra keresek rá, hogy Bonfini, na mindegy. Rengeteg időt veszítettem ezzel. Nem baj, legalább lesz esélyetek. Lesz esélyed. Úristen, hosszú másodpercek mennek el azzal, hogy megtaláljam. Így van, na, megvan a celebi. Meg kellett volna néznem a mintát, hogy vajon ezt a celebit is bele kell-e vennem. Most úgy döntök, hogy igen. És ezek után csak egyszerűen megtalálom az idézetek stílust, rákattintok, és már is működik. Most már csak a másik valamit kell, most jöttem rá, hogy jobb, ha megnézem a mintát. Azt találtam meg, azt kell még megkeresnem, két bekezdéssel feljebb van. Na végre, így van, ő is. Így néz ki, ezzel a stílussal. Mehetünk tovább. A nyolcadik feladatban végjegyzetet kell, az állandó kőhidról álmodott, bla 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 bekezdéshez, ezt kell majd begépelnem. Nem csalok, nem másolom, hanem majd begépelem. Ott van. Oda teszem a végére a kurzort, és könyörgöm. Hivatkozások, de nem kattintok rá, hogy légjegyzet vagy lábjegyzet beszúrás. A panelt nyitom meg. Csábító, de akkor is a panelt nyitom meg. Azt mondom, hogy nem az nem is lábjegyzet igazából, hanem begre kell kattintanom abba, hogy végjegyzet. Milyen ritkán szokott végjegyzetet kérni a feladat, dokumentum végén. Megnézem a mintán, hogy mit kér, milyen számozást. Nem biztos, hogy kapsz rá pontot, de előfordulhat. Hopp, itt egy szám van.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem I betűt, hanem számot kér, és ott már készen is vagyok, a dokumentum aljára oda került. Ide kell begépelnem ezt a szöveget, ez túl apró, úgyhogy nem látom. Na nézzük. És még egy dolgot ne felejts el, mindenféleképpen állítsd át az elvárt betűtípusra, Times-ra. Jó? Mert még az is előfordulhat, hogy ezért levon pontot, hogy itt nem a teljes dokumentumban elvárt betűtípust alkalmaztad. 9. feladat, automatikus elválasztás, tehát az elrendezésű elválasztás automatikus, ez automatikusan a teljes dokumentumban az elválasztást megcsinálja. Az, hogy most jól csináltál meg, az nem 100% egyébként, de ezt nem nézi a feladat. Na nézzük a 10. feladatot. Táblázatot kell kialakítani az egyes szövegrészekben. Az érettségén ez már elő van készítve, tehát mindig csak a tabulátorokkal tagolt részt kell megtalálnod, kijelölöd, figyelj, pontosan jelölt ki, hogy mely bekezdésekről van szó, beszúrás, táblázat és táblázat beszúrása. És mivel jól van tagolva, kapásból az elvárt táblázatot fogja létrehozni, legfeljebb utána egy-két cellát kell összevonni, vagy valamihez hasonlót. Olvasd el figyelmesen a feladatot, és formázd meg, ahogy kéri, tehát a betűtípust, betűméretet. Nézd meg a mintát, mert hogy például ott van a térköz, ami nem biztos, hogy szükséges, és én levettem szerintem, meg a sorközre is figyelj oda, mert előfordulhat, hogy emiatt csak egy pontot buksz, mert nem a teljes dokumentumban, de az az egy pont is fájhat ilyen butaság miatt. Na, itt volt az első elbukott pontom, legalábbis azt hiszem, hogy eddig. Ugyanannyiba került elbukni egy pontot azért, mert nullára állítottam be szövegértés problémám miatt, mert előtt és mögött 3 pontos térközt kellett volna állítanom, mint megszerezni ugyanezt a 3 pont, illetve ez az 1 pontot. Hát ez van, figyelj oda erre az érettségin feltétlenül. Ha csak egérrel állítasz be oszlopszélességet, akkor mindig szüntesd meg a kijelölést. Na, a másik táblázat, azt keressük meg. Itt az utolsó, én megint pontosan jelölj ki bekezdéseket. És utána ugyanúgy beszúrás, táblázat beszúrása. Sajnos a formátum másoló nem működik, csak karakterek és bekezdések tulajdonságait másolja, táblázat tulajdonságokat nem. Tehát a keretezést és minden mást majd úgy kell megoldanod, de hát már fejből tudjuk a beállításokat. Nem tudom, mit szerencsétlenkedtem. Ez az az idő, amit teljesen fölöslegesen elszúrtam. Tehát ez így nem fog menni, az biztos, hogy majd átmásolom a táblázatot. Megpróbáltam. Puff neki. Tehát csak úgy megy, hogy beszúrás, táblázat, és utána
ráadásul soronként, tehát még azt sem tudja, hogy na akkor majd mindegyiket, az egészet, tehát ezt sem tudja, és csak azért, Úristen, hány percet szúrtam el így a valóságban. Itt, ja, most nem hibáztam, mert sikerült csak az elsőt kijelölnöm, és azért arra került rá, csak a félkövérbetű típus, a többinek a tulajdonságait is átmásolom a formátummásolóval. Tehát kijelölöm formátummásoló, utána kijelölöm azt, amire másolja, és készen van. És a szegény mintázatot állítom be, ugyanúgy. A 11. feladat szerintem, ami jöhet még majd. Jó, itt a szélességet még beállítom az utolsó táblázatban. Itt a táblázat után lévő bekezdés, üres bekezdés, az nem hiba. Na nézzük, azt mondja, hogy szerintem ezzel nem lesz gond. Itt igazából az a kérdés, hogy hogy állítom be a távolságokat, illetve a szimbólumot, illetve annak a színét is feltétlenül, tehát itt van egy csomó egyenlőségjeles felsorolás. Három alcímre. Egy, kijelölöm az egészet, és egyből nyomok rá egy felsorolást. Nem foglalkozom semmivel, és utána jön az, hogy új listajel megadása, és hát szimbólumot vagyok kénytelen ide beszúrni. És kapásból a szimból betűtípust, vagy stílust, vagy mi a búbánatot, a szimbólum készletet adja, de ebből nem tudom, hol van az egyenlőséggel, úgyhogy gyorsan megtalálom a Times-ot, vagy az Arialt, vagy mit tudom én, de a Times-ot fogom megtalálni, így van, és akkor ott az egyenlőségjel, mint karakter, és már is be van állítva. Na most azt mondja, hogy kék, most egyelőre szerintem én ezt nagybénán le fogom okézni, hiszen itt most más nem nagyon tudok beállítani, legfeljebb azt, hogy a bekezdések után a 6 pontos térköz az jelenjen meg, tehát új lista megadása, visszamegyek, megint mennyi időt vesztettem, betűtípus, és ott van a betű szín. Ez csak a lista jelre vonatkozik. Oké. Mást itt nem tudok beállítani, oké. Be tudom még állítani a 6 pontos térközt a bekezdésekben. De kiveszem a pipát, így már látszik is, és ugye az 1 centi, illetve a 2 centi, ezt bekezdésnél a baloldali behúzást beállítom 1 centire, és a függő behúzást is 1 centire, mert így lesz 2 centiméter összesen a második távolsága a baloldali margótól. Még kettőre kell alkalmaznom, tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen formátummásolóval átmásolom ezeket a következő bekezdésekre. Komolyan nem csináltam ezt meg, hanem nekiálltam rögtön a képet beszúrni. Ó, do! Megint vesztettem 2 pontot. Na nem á! Kép beszúrása. Megkeresed a bekezdést, beleteszed a kurzort a bekezdésbe, itt most a végére, és a képek menüpontból egyszerűen ez az eszköz, és betallózzuk a hidak képet. Az asztalon találod meg azt a könyvtárat, illetve oda, ahova kicsomagoltad, általában az érettségén az asztalon van, és ott a hidak egy PNG. Most arra odafigyelsz, hogy hiába állítod be most hirtelen a képformátumban
Ó, elfelejtettem megnézni, hogy micsoda perceket veszitek. Hát legalább 10 perccel hamarabb végezhettem volna. Na, majd meg fogom csinálni úgy, hogy még egyszer nekiesek hibátlanra. Úgyhogy már egyszer végiggyakoroltam, és megnézem, majd megírom, hogy mennyi lett a különbség. Középre igazítottam, de hát ugye itt bekezdést igazítottam középre, mert a képet, amikor beszúrod, akkor ő mint karakter viselkedik. Tehát a szöveggel való viszonyát be kell állítanod. A legtisztább egyébként ilyenkor az, hogy a szöveg elé teszed, vagy pedig itt most ebben az esetben a szöveg alatta, fölötte, és akkor egy kicsit lejjebb húzva tök jó lesz. Viszont akkor így a középre igazítást, azt megcsinálhatod kézzel is, de sokkal jobban jársz, hogyha azt mondod, hogy igazított középre. Tehát képformátum menüből megfogod, és az igazítás oldalhoz viszonyítva középre. Na nézzük, azt mondja, hogy fejléc. Tehát ahogy az előbb nekiállsz és beszúrsz egy képet, most a fejlécbe, egy dupla kattintással kerültem egyébként a élőfejbe, ugyanakkor a szövegtükörrel nem kell törődnem, és itt figyelek oda, hogy az első oldal eltérő legyen, tehát az élőfej-élőláb menüben ez meglegyen. Azzal azért nem kell törődni, hogy vajon teljes szélességű a szövegtükör, mert hogyha nagyobb a kép, mint a szövegtükör, akkor pontosan a szövegtükör szélességébe, tehát margótól margóig fogja beszúrni. Ezt a végjegyzett dolgot nem egészen értem, de azért megfogom és leellenőrzöm, hogy vajon véletlenül nem került-e át a túloldalra, de nem, jó helyen van. Jöhet a következő feladat. Hidat kell rajzolni. Méghozzá ezt. Alapjában véve nem egy nagy vasizdasz, ott kezdődtek a problémák, amikor azt mondta, hogy legyen 4 cm a távolsága a két pillérnek, a két függőleges pillérnek. Hát ezen egy kicsit elgondolkoztam, hogy ez vajon hogy fog menni, hiszen a vonalvastagságokat, meg a vonalakat, meg az igazgatásokat, azokat mind könnyedén meg tudom oldani. Tehát kezdjük egy alakzat beszúrásával, benne vagyok az élőfejjel, alakzat, vonal. Én úgy csinálom, hogy kattintok egyet, rajzoltam egy vonalat. A vonalat beállítom nagyjából vízszintesre, ha nyomtam volna a shiftet, akkor működött volna. Így azt mondom, hogy a szélessége 8, és beállítom a magasságát nullára, és abban a pillanatban ez vízszintes lesz. Most már csak a tulajdonságait kell beállítani. Azt mondja, hogy 8 centis, és akkor 3 pont, meg fekete. Tehát alakzat formázása. Körvonal fekete, és körvonal vastagsága 3 pont. Én ezt megfogom és egyszerre levásolom. Meg ide teszem a margóhoz. Tényleg ez jutott eszembe kapásból, hogy így majd fogok tudni 2, meg 4 cm-es, meg ilyen-olyan távolságokat állítani. Tehát lemásoltam, beállítottam, hogy 2 cm magas, mert így már nem kell tulajdonságokat állítani, és nagyjából oda teszem, ahova teljesen fölöslegesen, ahova kell, mert sokkal jobban járok, ha megfogom, és azt mondom, hogy a pozícióját beállítom a megfelelő méretre. Ez is lemásoltam, most már van 2, és akkor nem igazgatom, minek tolom ezzel az időt. Nem is értem sosem ezzel. Hát itt van az elrendezésnél, megnézem, hogy ez balra zárt a margóhoz, tehát biztosan a vízszintes helyzete, pozíció az rendben van, és akkor most jön az, hogy itt az első pillérnél megnézem az elhelyezést, és az abszolút helyzetét a margóhoz viszonyítva 2 centire állítom, ennek meg 6 centire állítom, és akkor puf, meg lesz a 4 centi. Nem tudom, hogy van-e más vagy jobb megoldás erre a 4 centire. Én ezt találtam ki. Na, az igazítást lehet, hogy megint fölöslegesen megoldottam, hogy egymáshoz teljesen függőlegesen, fölöslegesen csinálom, mert ugye meg kéne rajzolnom még a 3 ívet, és akkor onnantól fogva majd azokat egymáshoz igazítani. Az ívet ugye itt az alakzatok közül rajzolok 1 ívet, tök mindegy, milyen ívet rajzolok.
tükrözhettem is volna, ehelyett szórakoztatom magam itt ezekkel a pöttyöknek a ide-oda húzikatásával. Mindegy, talán abba hagyom most már, így van, körvonal, vastagság, 3 pont, esetleg a színét még beállítom feketére, és akkor ez már nagyjából jó helyen lesz, hogyha nagyjából a méretét be tudom állítani. Úgy, kint vagyok a képből, ezért nem könnyű. Úgy, ni. Jó, nem szabad hozzáérnie, ez fontos. Tehát egy kicsit alacsonyabbra veszem, és följebb teszem. Na, ez volt már megint fölösleges igazítás. Na mindegy, Ctrl-C, Ctrl-V, lemásoltam, ezt már remélem megtükrözöm, így van. Forgatás, vízszintes tükrözés, ezt is a helyére teszem gyorsan. És ebből csinálok még egy másolatot, ha minden jól megy. Nem, ebből csinálok, nem értem miért, na mindegy. Ctrl-C, Ctrl-V, megcsinálok belőle gyorsan egy nagy ívet. Ez is egy fölösleges mozdulat volt, hogy odébb tettem. Így, a helyére rakom, és hogyha most rám hallgatsz, akkor beállítod a szélességét rendesen, ahogy illik, 4 centire, mert tudjuk, hogy a távolság 4 cm, és az igazítással felülre igazítod, és akkor egészen jól fog kinézni. Ezt külön csoportba foglaltam. Itt még szórakoztam egy adagot szerintem a szélességének beállításával. Teljesen fölöslegesen, hiszen ez már egy teljesen jó híd. Ennél szebb híd nincs. Látszik is, hogy a szélességét állítom, akkor nagyon el tudom szúrni, tehát megfogom és visszavonom ezt az egészet. És úgy döntök, hogy ez így tökéletes és rendben van. Az egészet csoportba foglalom úgy, ahogy van. Több lépcsőből, na még egy igazítás, még egyszer, de hülye helyre kattintottam, nem baj, ezzel is megy az idő. Tehát még egyszer, egyik a helyén, másik a helyén, és igazítás. Megint elrontottam, hihetetlen. Jó? Oké. És csoportba foglalás. Nagyon jó. Na hát most már szépségbe halok bele, úgy látom, mert nekiállok és kihúzom úgy nagyjából a végéig mind a két alakzatot, hogy sokkal szebb legyen. Préma. Na hát, hogyha tetszett, amit láttál, akkor mentés után kattints a like-ra, és versenyezz velem, még én is meg fogom csinálni újra a feladatot, milyen gyors vagyok, és leírom az időt nektek. Oké? Ezt már csak középre kell igazítani, itt is. Vagy kézzel a zöldet figyelve, vagy nekiállsz, és azt mondod, hogy az alakzat formátumánál beállított pontosan az elhelyezését, nem itt, ez hülyeség, így nem tudod beállítani, hanem az igazításnál a oldalhoz igazítás, és függőlegesen középre. Égyni. Na, Ctrl-S, még egyszer. Ha tetszett a videó és versenyezni akarsz, akkor nyomj egy lájkot, írd meg az idődet. Hajrá, hajrá, jó felkészülést. Szia!